Valószínűleg ott voltak a 12-13. Helyen végig, mindig. És hát viszont ott nyilvánvalóan ott már arra kell küzdeni, hogy mondjuk bekerüljenek a top 6 csapat közé, szerintem arra még most van lehetőség. Most menni kell Rájéknak. Hát menni kell, igen. Hát ez most ez a sok csapatnak most ez a minden bele, akik ott vannak mondjuk a 10. hely, 12. hely környékén. Meg akik legelül is volt versenyben, 62 ponttal. Hát akik legelül vannak, szerintem ott egy safety kell. Mi történt? Jó kérdés. Hát gondolom esélytelennek tartotta a dolgot, és úgy gondolta, hogy nulla nyersanyaggal, nulla fegyverrel nem fog harcolni, és leugrott. Szegény. Na hát, hölgyeim és uraim, elkezdődött az utolsó 8. mérkőzésünk. Van magyar lehetőség arra, hogy bekerüljünk a top 3-ba, esetleg egy kicsivel előrébb. Így is van. Egy hatalmas tapsot és egy jó nagy szurkolást a magyar csapatoknak, mert azért elől vagyunk. Azaz, kacok, azaz, hallom, nyomjátok hallom azokat a lufikat, hagyj hallják ők is. Hát lássuk. Mokárz ismételten. Így van, Gríziben ugye? Igen. Hát ez nagyon-nagyon fontos lesz, nagyon szoros volt a mezőny egyébként, tehát itt Nováékból akár még lehet egy második, első hely is, ha nagyon meghúzzák, de lehet egy negyedik, ötödik hely is. Igen, attól függ, hogy milyen párharcokba kerülnek be például a játéknak a legelején, sőt is igen, a takótánc. Nagyon-nagyon fontos az nekik is, hogy a játék végig úgy kihúzzák, hogy lehetőleg ne nagyon kerüljenek be olyan párharcokba, amikből rosszabbul jönnének ki, mert egy végjátékot megkezdeni shield nélkül például eléggé rossz lenne. Igen. És hát akkor látjuk Tayrent, ahogy robottal mozog. Hát skatok, itt most kötelező szurkolni, tehát itt nincs mese. És jelenleg egy robotos párharcot láthatunk, ahol Impel kiszállt és megölte az egyik. Igen, a szép volt, Skate, kellett is. És 5 HP-val Skate túlélte, és fel tudja szedni? Nem. Hát... belehal Skate. Meg kell harcolni, és sajnos nem. Impelék nem, ezt elrontották egyébként. Társa nem volt ott túlságosan közel hozzá, igen, illetve gondolom az első másodpercben, bár azt jól csinálta, kiugrott ugye a robotból, és egy 85-ös digit belevert ugye, és azzal ugye földre vitte végül is Skate. Hát csak nem tett magára a platformot. Igen, az volt a másik. Tehát körbe rakta magát, de fölülre nem. Illetve 30 HP-val szállt ki a robotból, ami meg na nem annyira volt jó. Még. Na és robot egy robot. Harc. Robot vs. robot harcot. Hadd fogjatok. Robotok. És inkább kiszáll. Igen, ez egy érdekes választás volt. Nagy valószínűséggel az hát irányítót volt szeretnék kilőni, mert ugye eléggé közel voltak egymáshoz. Viszont hogyha így tartják a távolságot, akkor nagy valószínűséggel a másik robot csapata egy kisebb előnyhöz fog jutni. Igen, ezt elrontották most, nem kellett volna kiszállni. Szerintem meg akarták próbálni befejezni. Viszont így, hogy nagyon sok damage kapott így már rögtön az elején a harcnak, ezért esélytelen volt az, hogy úgy maradjon, és inkább visszaszállt, mint sem azt mondta, hogy jó, hát akkor neked megyek fél HP-val. Eljutottunk Moistiba, ahol ugyanúgy pár harc van, és ahogy látom, Rafa meghalt. Igen. Rafát lelőtték, az és előző jönnek nyertes a stingbombát. 28-as shield damage-et láthattunk. Ez kellemetlen egyébként most Rafáéknak. Pedig ott volt egy 46-os headshot. Ez Nikos. Igen. 14 HP-val élte túl ezt a küzdelmet végül is. Nem a legtöbbel, de ők jöttek ki nyertesként, ugye? Jacobbal. Riftjük az van, lootolni szerintem tudnak. Most már, bár nem vagyok benne biztos, mert bármit hozhat igazából a sors, ki tudja, hogy lehet itt bujkálnak valakik átváltozva. De Moistiban szerintem már csak ketten maradtak. És újra a robotot láthatjuk. Nem is tudom, hogy pontosan hány robot spawnolt ebbe a játékba, mert ezt nem láthattuk. Hát azt nem tudom, de hogy az most az egyik az ott volt, és nagyon rossz helyen volt, az is biztos. Nagyon-nagyon kapta a sprayt, és 42 HP-ra levitték, és hát, valakit vagy be tudnád kitelni, vagy nem. Befog ja, beendelődött, igen, az illető ugye Hazard. Nagyon messze vannak. És 3 darab robot van jelenleg a játékban, és a kör ugyanúgy messze van, mint ahogy már említetted. És Shieldbubble-el megpróbálják megoldani azt, hogy ne nagyon kapjanak távolról sebzést, ami jó is lesz nekik most jó pár másodpercig, meg hát mennek be a házba, ugye?
Hát ez érdekes lesz most, hogy el fognak-e tudni indulni, vagy egyáltalán el akarnak-e még indulni, mert hogy közben farmolniuk kell, nincs nyersanyag, viszont igen, a kör az elindult, 100. De viszont ott van a kis bandás, de az az öt az meg nem sok, és nagyon sokat kell futni. Úgyhogy... Igen, viszont inkább farmolnak. Oké, csak hogy közben menni kell. Lehet, hogy van mondjuk valami mobility-ük, amit tehát mi nem látunk. Oldát, ahogy egy robotban harcol a másik robottal, ezek a shotok be fognak találni, nem, és nem találtak be végül, el tudtak pont ugrani a másik robotban élő játékosok. Ez egy nagyon minimális ugrás volt. Nagyon-nagyon közel van az a robot szerintem a robbanáshoz, így is van, és el is kezdett felrobbanni. És el tudott a gliderrel repülni az ellenfelünk, akinek a HP, illetve a nevét nem láthatjuk. Ez kerget ott mindent is. Igen, kergetik ugye. Értelemszerűen szerintem ők is tisztában vannak vele, hogy valamennyi sebzés kaphatott, meg hát a robot ellen ki nem menekül. Hát persze. Alda. Hát? És a körön kívüli. Hát ez... Ó, hogy harcolnak? Nem is láttam, hogy vannak még ellenfelek. Igen, mert nagyon sokáig húzták. Tehát ezt nem is és értem is egyébként. Hát rendben. Mondjuk és van launchpad, illetve ezt a legeslegújabb tárgyat is megszerezték. Nem tudom, én még nem láttam élesben. Én sem még. De azt látom, hogy nagyon el fog fogyni az a HP, ha nagyon gyorsan és nem csinálnak valamit. Összesen egyetlen egy falra sincsen Matiuk igazából. Hát, elharcolgatták. Rossz volt a láma. Igen. Remélhetőleg, hogyha szerencséjük van, akkor egy launchpadet fognak nyitni, és óriási nagy szerencsével nyitottak is egyet. Viszont csak az egyik őjük fogja túlélni. Én azt gondolom, hogy csak az egyik őjük fogja túlélni. A slurpös, aki be fog inni a slurpöt, Nets lesz. Mondjuk ott van még három bandázs, nagyon fogy az az élet. Ugye a slurpöt beitta a társa, bár nem is biztos, hogy beitta, de elvette, tehát nem nála van. És hát elég sokat kell még gyalogolni. És itt ugye az átváltozásos dolog, ugye a Moisty, hát benyomja a medkitet, és mindjárt meg is nézzük, hogy a következő kör merrefele szűkült. Itt gránátdobálásokat láthatunk, mert párharcba keveredtek. Tudod, mi durva? Szkélyék. Igen, hogy még ez is még kim van a körön kívül. És le is nokkolt valakit. Hát körön kívüli harcba én nem mentem volna annyira bele. Jó, bár nem igazából csinálni, erre ők kellett is csak jönni. Belefutottak végül erre is. Kellett jönni, hát nem hagyhatják ott, belement egy csomó minden, nyersenek, annyira messze nincsen amúgy a következő kör, szóval ezt simán meg tudják, na hát főleg így launchpaddel simán meg tudják oldani, és nyilván ugye safety-be szeretnének bejutni ők is, jó, és túl szeretnék ölni, vagy ölni, túl szeretnék élni az egészet. Nagyon jól néz ki ez a Gotham, te. Nagyon jól megcsináltam. Van még jelenleg 4 robot a játékban. Amit nyilvánvalóan tékelni fognak a csapatok, és próbálkoznak majd vele, gondolom én, ugye jobbnál jobb helyzeteket kialakítani maguknak. De hát az utolsó meccsben vagyunk, így itt minden egyes pont, minden egyes lépés, illetve stratégia számít. És Sweet lenokkolt valakit. Hoppá, Sweet, az bedurult. Kell is egyébként, tehát kénytelen, nem tud mit csinálni, muszáj menni a ráiknak. El kell érni egy top 6-ot. Én azt gondolom, hogy nekik ez lenne a reális cél, hogy egy top 5 igazából ez lenne a legjobb, ha már itt a helyezetteket nézzük. Mert hogyha bekerülnének esetleg mondjuk a 7. helyre, most ugye a 10. helyen vannak, ez 500 euró, viszont ha följebb mennek a 7-re, akkor 1000. Viszont ha már az 5. helyen vannak, az már 1250. Igen. Szóval nagyon nekik, én azt gondolom, hogy mindenképp ez a cél, hogy elimination-öket kell gyűjteni, és menni előre, és minél több pontot összeszedni. Ahogy Nováéknak is egyébként. Ez nagyon nagy kockázatás, mert hogyha elbukják a gémet, akkor ez egy 5. hely lesz nekik. Valószínűleg. De egy 4. biztos. El is indult a következő kör. És Szaltival látjuk Bufikot, ahogy a robottal mászkálnak a csapattársával. És nagy valószínűséggel jó lenne nekik materiál gyűjteni, mert most van összesen 300 mati nála. A csapattársánál ötletem sincsen, hogy mennyi, mivel nem lehet látni jelenleg. De gyűjteni kell mindenféleképpen az összes házat, amit csak tudnak. Vagy esetleg nyilvánvalóan normális nyersanyagot, de gyűjteni kell. Kedvenc glider. Imádom. Engem ez megnyugtat.
arra pedig szükség van általában, amikor én játszom. Menj a kutya, nagyon megy. Ahogy és az előző chill. Feedben láttam, már volt az előbb egy-két elimje. És most már újra. Három nagy shield-el, illetve kettő junkrift-el és 6 darab minivel indulnak be a következő körbe. Így itt meg a Mati szedés látható. Hát muszáj, kénytelenek. És süt itt. Csinálni, csak nagyon veszélyes, mert egyrészt jön a kör is, másrésztről nincsen sok. És menniük is kell. Nem annyira sokat, viszont nagy valószínűséggel ugye azt a kinti csapatot, akik eleget. Jönnek be. Igen. Hát meg akarják, az kell ott a pont, gondolom nekik. Nyilvánvalóan. Szerintem be fogják vállalni és bemennek a körbe ők is, és hátba lövik. Csak ez most így nem. Hát ez nem a leges legjobban jött ki, azt kell, hogy mondjam. Az a szerencséjük, hogy a másik csapat menekül. Na, ott van az a kis dobó cucc. Igen, igen, azokat dobálják. Ez mit csinál? Azon robban kívül, gondolom, hogy... egy minimális idő. Nagyon kevés, után. Nagyon kevés életerő van ott. És csökken. Nekik most, na ez amit... Én nem biztos, hogy így. Tehát ez nagyon kétélű fegyver volt, főleg, és nem volt bandázs. Főleg, hogy most a Stink is ugye. Obár volt launchpad újra. Egyik őjük menni fog. Nem fog tudni. De sikerülni fog neki kijutni. Nagyon-nagyon kevés, minimális HP-val, de sikerülni fog. 9, igen, és akkor most ott jön. És egyetlen egy rifle lövés elég ahhoz. Csak ott vannak. Bármilyen lövés elég oda. Igen, végül is. És a robot. Igen. Meglátta az ellenfeleit, azaz Jacobékat. Jacobéknak megint van nyersanyag. Ez jó. És lövik szét a robotot, igen. Ami nem egy nagyon rossz ötlet. És bal fent a hegyen is láthatunk egy robotot, amit körbeépítettek. Szerintem az a robot használva lesz a későbbi időkben. 45-en élnek már csak. És fogynak a játékosok egyfolytában. Hát igen, az agresszivitás az egyébként bejött, tehát elkezdtek egymásra menni a játékosok. Így az utolsó mérkőzésre ez a minden mindegy alapon próbáljuk meg. Igen, mert azért 44 játékos volt olyan, amikor az utolsó előtti körben volt gyakorlatilag. Igen. Most meg már szerintem olyan 35-re minimum leszűkül, sőt hát, szerintem talán többre még is. Kevesebbre is, igen. Ez a robot, ez az egyetlen egy olyan dolog, ami olyan unfairnek látszik a játékban. Mert most is épített, mint az állat az ellenfél. De hát nagyon sok mindent nem tudott csinálni. Lőni kell. Nem tudom, hogy Pikóék milyen skinben vannak egyébként. Mert nem tudom. Stomikáikat bevégezték, akik igen. Szintén magyarok. És 4 darab robotot már bevittek a körön belülre. Amit láthatunk is. Nagyon-nagyon közelről most már megmutatták nekünk a pályát. Hát jelenleg Jacobék eléggé jó helyen helyezkednek el igazából a pályán. Mivel benne vannak a körben. És ki tudja, hogy merre fele fog szűkülni következőre. 1 perc, 5 másodperc múlva meg fogjuk ezt tudni. Ujj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 j
párharcot el tudnak indítani. Azért izgulok, hogy egyik se Nova legyen, vagy Piko, akikre így rámennek. Igen, izgulni igen, kell igen a srácokért, mert ez egy jó eredmény lehet most. És így, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak így azért. Megint. Semmit nem kell érte csinálni, de megint 50-es Dimitri. Lövik őket oldalról. Ez a beszéd, így van. Végre elkezdték a robotokat kipusztítani a játékból. Igazából most 3 robotot látunk a térképen. Most már ott a negyedik is alul. Történik a játék. Nem sok HP van már annak a robotnak amúgy. Igen, kezd most már nagyon minuszba menni az életerőszám. És nagy valószínűséggel ez a robot, mivel minden egyes box mellett, amik ugye vannak ugye most jelenleg a játékon belül így látható, így nagy valószínűséggel egy kis idő is felrobban. Igen, ami el is következett. Na ebből baj lesz. És Aldát most nagy valószínűséggel egy duo körbe fogja venni. Ami egyelőre jó hír, már amennyire jó hír és már akinek, hogy Pikóékat még nem láttam túlságosan. Úgyhogy ami azt jelenti, hogy ők még mondjuk nagyon harcolni se így a képernyőn, szóval nem volt, nem valószínű, hogy nincsen pontjuk még.
de még versenyben vannak. Még. És rárobbant egy gránát, ami mínusz 110 életerőt jelent. De épít azért 1000-rel. Igen. Lassan pontokat érő helyezéshez érünk. És most nagyon-nagyon fontosak a pontok. Nagyon-nagyon egybe voltak. Két nagy sírat meg kéne inni, és Era lenokkolta Alkánt. Viszont Era is kapott egyet stroke-tól, és be is fejezte egyébként. Sweet viszont még valószínűleg él. Úgyhogy Szabit sem láttam abból még lehet valami. Igen, még őt sem. Lehet, hogy még ők is megvannak. Az sajnos, hogy nem sajnos, ugye nem látjuk a játékosoknak a neveit, akikkel harcolnak. Mindig azokat látjuk, akiket ugye spektételünk. Nagyobb lesz a meglepetés. Így is van, főleg az a robot, ami ugye ott középen a fa alatt áll, és Pico nokkolt valakit. Igen, akkor még ez plusz egy pont. Ez nagyon jó egyébként, ez most megmondom őszintén, izgulok egyébként. Remélem, hogy ti is izgultok ott a képernyők előtt, illetve itt, mert van miért izgulni. És nagyon-nagyon fontos lesz ez a pár perc. Sorsdöntő, a játékosoknak igazából, minden is, mozdulat. És igen, a pontoknak is. Úgyhogy most kell egy okos játék. És sok okos döntés. 16 másodperc múlva be fog érni a kör, és meglátjuk, hogy hol lesz a következő kör. Alda táncol Aldának nekünk egy kicsikét. Igazából három killel, ennyi materiállal, fullos heal-lel, szerintem neked is jó kedved lenne. Igen, főleg abban a két junkliftel. Na hát igen. Igen. És igazából nem kell sokáig mennie Aldának. Ugye Sweet-et a következő most fejezték be. Sweet, illetve Biba is. Nova fejezte be még hozzá. Ott van még egy pont. Mennyivel vezettek? Nem emlékszünk rá. 62-vel voltak szerintem elől. 10 pont, nem, egy meccsel ezelőtt 10 pont volt, mert ugye most nem láttunk tabellát. És szerintem ott egyik se szerzett pontot, egyik csapat se az első kettőből. Pufikot láttuk jelenleg, illetve most már átértünk Mocára. Ez jó, hogy ide szűkül amúgy. Ez egy nagyon tiszta terep. És itt ki lehet használni azokat a skilleket. Itt az építés, az editelés, a mozgás, amik nagyon fontosak. És nem kell a különböző tereptárgyakkal foglalkozni. Nagy valószínűséggel szerintem, hogyha marad ez a létszám, akkor a következő kör beérésénél egy Storm Surge-ot láthatunk majd. Bár ez még nem olyan biztos, attól függ, hogy mennyire fognak kihullani a játékosok, illetve hogy az utolsó körig is mennyien fognak élni. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy mennyire burkolják be magukat, illetve mennyire szereznek a fenti high groundon lévő emberek killeket, az eliminationeket. Most indulnak fölfele. Lassacskán el kell, hogyha kell. És most kéne egy jó pozit szerezni egyébként, és hogyha van egy jó pozi, akkor abból el lehetne azért lopkodni egy-két. Igen, egy-kettő killt, akik próbálnak rotépelni. Kapja is valaki a szinket, és Pico ismételten shotizott egyet, elsült az a dörrentő. És nem kapja a szinket az ellenfél. Az nem is sem. Baj, mert nem tudjuk, hogy ki az, úgyhogy igen, inkább, amúgy igaz. Inkább ne is kapja. Azt viszont már mindenféleképpen kapni fogja. Igen, azt viszont már nagyon kapja. Több mint 20-at kapott belőle. És kapja is a junkriftet. Az nem, ami nagyon-nagyon szomorú lesz most jelenleg, mivel 100-at sebzett bele. Volt. Hát igen. Ezzel be is fejezte egyébként. Így is van. 14 másodpercen belül elindul a következő körszűkülés, ami azt az airdropot, ami van a játékban, ki fogja zárni. Szóval azt már senki nem fogja szerintem felvenni. Senki nem arra fog játszani ebben az endgame-ben, hogy egy airdroppal legyen gazdagabb. Több mint 520 materiálra rendelkezik Pufik. És próbálkozik tovább menni, és esetleg azt az autót még kiszedhetni. Ha annyira kellene neki a materiál. Így is van. Úgy is dönt, Alda meg bujkál. Nagyon jó kezd lenni a dolog egyébként, és még 29-en vannak, ami már azért pontszerző. Az egész kezd izgalmasabb lenni. Hát most abszolút én is, tehát én hogy koncentrálok én is a játékra, hogy mi hol, nézegettem, hogy kik azok, akik elhullottak, kik azok, akik még ott vannak, mert ez nagyon-nagyon fontos. Ez az utolsó pár perc, ez szinte az egyik legfontosabb pár perc a játékosoknak. Itt elég két olyan lépés, hogy nem figyelsz a baloldali falra,
és elég az, hogy rád ejteljenek, vagy esetleg rád lövjenek egy heavy sniperrel, bemenjenek hozzád a boxba, és shotgunnal kivégezzenek konkrétan. Mint például ugye láthattuk. Igen. És hogyha így itt kap valaki egy kék pumppal egy 100-as damage-et, az már azért sorsdöntő lehet. Igen. Az utolsó körre nézve is, illetve arra, hogy hogyan fog közlekedni, mennyi damage-et nem kaphat be, mikor iszta be a shieldet. 29-en ebben a minimális körben, és van Richardnak kettő darab genkriptje, amit nagy valószínűséggel majd a játéknak a vége felé fog elhasználni. Nincsenek nagy eliminationök egyébként, közben Fori ment le. Igen, Fori az ez lement. Ez jó egyébként, ez azt gondolom, hogy ez nekünk jó lehet most így. Illetve a Pico Nova párosnak. Ennek is a genkriptek. Az az érkezettek. Hát most fognak eldurrani, most mindenki ellövi egyébként, amilyen van. Úgyhogy ez kell valahogy most megúszni a skacoknak. Ajaj, fentről nagyon-nagyon letúrták több mint 150 életerejét Veznikosznak. 27 ember él, hölgyeim és uraim, szurkoljunk skacok! Egy most kell a hatalmas nagy szurkolás jó a srácoknak! Jó nagy tapsot, mert élnek magyarok! Így van, nyomjátok meg azt a fránya szurkolás, hiszen muszáj! Nagyon jók a srácok, egyben vannak egyelőre. Kell nekik a szurkolás. Nagyon-nagyon építenek a srácok, és több mint 1000 fája van, amivel azért eléggé sokáig ki lehet bírni. És ki, de sokat nem ér vele, mert alul van. Igen, de 15 másodperc múlva elkezdődik a következő kör, és az a Junkrift-tel eléggé át tudják változtatni a helyzetet, hogyha ledobnak kettőt, és utána egyből elkezdenek építeni, akkor végül is egy high ground tékeléssel elég jót lehetnek. Dexték is élnek még viszont, arra nagyon-nagyon igen, kell igen. Figyelni. Hát itt most a top az él, összeszedték halnak az emberek. Nagyon-nagyon izgalmas, a okay, vége felé, okay, most nagyon sokan okay. Meghaltak. Kellenének okay. Azok a Junkriftek. Bivaj Alfa levitte Veznikost. És nagyon jön is a Junkrift. Egyfolytában azt nézem egyébként. Picoék élnek, és Zsújékat leszették, Bivajékat is leszették. Leszették Barnabásékat is. Most Nova viszont kapott egy nagyot. És Pico még egyet lesátganolt. Még kettőt. És, most és még a Stormban is. Egy hatalmas tapsot. Gyerünk! A végjáték az utolsó van, játékunk, skacok. Utolsó hét élő emberét láthatjuk jelenleg, és egy trepet tettek le, és Nova meghalt a körön kívül, és Pico még mindig él, hárman élnek, és benne óriási van Pico. Óriási az izgalom. Hatalmas, és nagyon-nagyon sok eliminationnel, skacok. Ha ezt most be tudnák fejezni, hogyha lenne annyi szerencséje ennek a duónak, hogy be tudná fejezni Pico, akkor az hatalmas nagy lépés lenne afelé, és hogy esetleg Pikot, elsők és is lennének, menni a HP lefele, hölgyeim és uraim, és meghalt! Megy. Semmi probléma, egy harmadik helyezett, Stroke nyeri. És Stroke! Nagyon-nagyon szép meccs volt, egy hatalmas nagy tapsot. És egy hatalmas nagy tapsot kérünk szépen, hölgyeim és uraim. Nagyon-nagyon jó volt, ez és nagyon izgalmas volt. Igen. Stroke-nak pedig gratulálunk természetesen, mert hatalmasat játszott.